104 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kellemes hétvégét kívánok! Velünk Történt című magazinműsorunkat hallják, és a magazinműsor múlt heti adásának vendége volt dr. Szombati Andrea, rendőrőrnagy, a Békés megyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője, akivel hosszasan arról beszélgettem, hogy közlekedj okosan verspályázatot hirdetett a rendőrfőkapitányság, rengeteg pályamunka érkezett, és Virog Tamás nyerte ezt a pályázatot, és Tomi már is itt van a telefonvonal túlsó végén. Szevasz, Tomikám, üdvözöllek! Szia, Norbi! Köszönöm szépen, hogy itt vagy, tudunk beszélgetni, azt azért hozzá kell tenni, hogy elég jó és régi a barátság a két család között, úgyhogy én édesanyámtól tudtam meg, hogy te vagy az, aki megnyerte, és hát szívből gratulálok, még jobb így veled beszélgetni. Tomikám, mióta írsz verseket, legyen ez az első? Rendben, én 12 éves korom óta írok verset, keresztapukám egy be jó barátom, mentorom Laci bácsinak a biztatására. A legelső versem egy lányhoz írtam, egy kis szerelmes verset, és én erre vagyok a legbüszkébb, mert úgy érzem, ez sikerült a legjobban nekem. Ez a kedvenc versem, amit én írtam. De honnan jött ez neked, hogy te verseket írjál? Keresztapukám azt mondta nekem, hogy minden embernek tiszteletbe kell tartani a véleményét, és minden emberre oda kell figyelni, és tisztelettel kell bánni még a nálam fiatalabb kortársaimmal is, és ez annyira foglalkoztatott, hogy gondoltam, versbe öntöm ezeket a szavaimat, ezeket a gondolataimat, és így születtek meg a verseim. Te most hány éves vagy, Tomi? 14. 14 éves, tehát 2 éve írsz verseket. Közlekedéssel Igen. kapcsolatban ez az egy verset született, vagy írtál már többet is? Szeretsz közlekedni? Igen, szeretek közlekedni. Biciklizni is, sokat bicikliztem. Apukámmal kiskoromban átmentünk többet Gyulára biciklivel, meg itt az utcába is biciklizgettem. Nagyon jeleztem, amikor elvittek motorral. És egyébként így a bicajod rendben van? Tehát minden fel van szerelve, amit a versben is írtál? Igen, igen. Minden rajta van, viszont van egy biciklit hátul a melléképületbe. Pont valamelyik nap végignéztem rajta, hogy se csengő nincs rajta, lóg rajta a lánc, nincs rajta a lámpa, el van szakadva a fékbovdem. Ez teljesen ellentmond a versemnek, de persze ez a bicikli használaton kívül van, ez csak kidobott bicikli, amiről majd le lehet szedni az alkatrészeket, ha valahova kell. Igen, pont ez lett volna, amit akartam mondani, hogy teljesen ellentétes a verseddel, ugyanis hát Andi felolvasta adásban ezt a verset, és tényleg hát le a kalappal, arra meg aztán kimondottan büszke lehetsz, hogyha jól tudom, még olyan szülő is van, aki a te versedet fogja megtanítani az ő gyerekének. Na ehhez mit szólsz? Igen, hát nagyon jól esik, hogy tetszett a szülőnek is, és persze a gyerek is megtanulja a gyermek, akkor majd ő is hasznát fogja venni az életbe. A többiekkel egyébként beszélgettél így az eredményhirdetés óta, vagy a vers pályázat közben, akik még adtak be pályamunkát, így valakit ismersz közülük? Igen, ismerek, és nagyon sok embernek köszönhetem. Meg is dicsértek engem messengeren, vagy élőben, amikor összefutottunk, és vannak érdi rokonaink, akik mozgósították a dunántúli baráti kört, és így szinte az egész országból, még Szerbiából is írtak hozzá, és ez annyira jó esett, hogy milyen sok ember akart nekem segíteni, és tényleg nagyon köszönöm mindenkinek, aki segített a hozzászólásaival. És milyen volt bent a rendőrségen átvenni a díjat? Szereted a rendőrséget? Igen, szeretem, igen. Ott is hatalmas nagy élmény volt. Bementünk, leültem, ott is megdicsértek, beszélgettem Hudák Pál ezredessel, és ott is nagyon mindenki szimpatikus volt. Igen, hát jó velük jóba lenni, ezt tanuld meg, Tomikám, még fiatal vagy, de a rendőrséget tisztelni szeretni kell. Nagyon szépen köszönöm, Tomi, hogy tudtunk beszélgetni, egy élmény volt, én további sok sikert, szép sikereket köszönöm. Kívánok neked, és hogy mondjak, igen? Hogy kétféle versíró ember létezik. Az egyik az az ember, aki ránéz egy adott tárgya, vagy egy adott emberre, jön neki egy ihlet, és leül, és gyorsan leírja az egész versét. Tehát van a másik fajta ember, aki egy adott alkalomra, vagy adott tárgyra akar verset írni, leül, és görcsön rajta, és görcsön. Én meg vagyok a harmadik fajta ember, aki ránéz egy tárgya, vagy egy emberre, jön egy ihlet, leírok 3-4 sort, és utána görcsörök a többit, hogy vajon mit is írjak róla. Tomikám, figyelj csak, nagyon-nagyon komoly gondolataid vannak ilyen fiatalon, úgyhogy én azt kérem tőled, hogyha egyszer úgy lesz időd, akkor a 104 Rádió 1-ről írj egy verset, jó? Rendben. És azt el fogjuk mondani, bízom benne, hogy itt már akkor személyesen a stúdióban be tudsz jönni, és itt el tudjuk majd mondani személyesen, úgyhogy jelentkezzetek majd, hogyha esetleg megszületik a Rádió 1 vers, jó? Rendben, nagyon köszönöm szépen. Jó van, Tomi, további szép sikereket, szia! Minden jót, köszönöm. Hát azért ilyen fiatalon, ilyen érett gondolatokkal. Virog Tamást hallották, velünk történt magazin műsorunkban, mindjárt folytatjuk.